Hol van már joystickom? Hallod? Fordítva tettem be a CD-t a PlayStation-ben. Na, kezdhetünk. Kész vagyok. Na. A történet elején elkezdeném, ahol egy gonosz tudós egy tech helyén. Állatokon végzett kísérleteket, kontrűz bióval egy kis betegek. Szóval én is ott voltam fogságban, de nem egyedül, néhány fajtással. És azt várta tőlem, hogy rossz legyek, de nem adottok rám a buta módszerek. Szóval most léptem és csókolom, de elrabolt a lányt ez a két bolond. Ezt nem hagyom, visszamegyek és elkapom, de az utamban el rengeteg elhagyott hely és ellenség a dzsungelben, de senki nem fékez meg a tervemben. Velem van akkor vagy a mágikus maszk, az utamon már nem mérhet kudarc. És a Crash Bandicoot magyar hangja nem más, mint egy Csediri Hát. Szinte lépek minden pályán, tudom, hogy a lányom végén vár rám. Előtte legyőzöm Dr. Cortex, és azután tudom, majd minden jó lesz. Az első állomáson vártánk egy törzsfőnök, úgyhogy a segélynek oda kellett pörkölnöm. Ráugrott a párszor a fejére, papu, ezt most benéztek. Jött a második, hideg könnyen eljutunk, vissza bolond ez a popfolyom kengurú. De nem futunk el, tőle inkább robbantok, éppen rúnak hívják, sikerült otthagynom. Ez egyre nehezebb, egyre érdekesebb, de előre nézek, mert még elegsek. Egy kirjút állat vártánk a harmadik pályán, gól a King, de King Kong, Dakon vágnál. Úgyhogy pápa veled nem szeretnek, de a következő patkány kutya gangster egyben. És fegyvere is van, de ez nem rettent meg, Miss Drive, ha nem bájj velem kedvesebben. Az ötödik egy őrült tudós, nem a barátom, de úgy néz ki, mint a kémia tanárom. A végére pedig Hulk lesz belőle, Dr. Nutriuszt az ablakán kilöktem. Fő ellenség, Neocortex, ha meg sem mozdul, szerintem jobb lesz. Majd nem fog fájni annyira, de hogy Crash-sel kezdtél, az nagy hiba. Lépek minden pályán, tudom, hogy a lányom végén vár rám. Előtte legyőzöm Dr. Cortex, és azután tudom, majd minden jó lesz. Szintről szintre lépek minden pályán, tudom, hogy a lányom végén vár rám. Előtte legyőzöm Dr. Cortex, és azután tudom, majd minden jó lesz. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a zenés kis játékos videót. Hogyha tetszett és szeretnétek még hasonlót, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentbe, hogy miből legyen még. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Sziasztok!